to another level. I said I'm going to another level. Israel Houghton igazi pezsgést hozott a keresztény zenei világba. Zenekara a New Breed, az új teremtés már csak ilyen. Új hang, új stílus és a dicséretnek egy új módja. Ahhoz, hogy Izraelt megismerjük, az elején kell kezdenünk, még a megszületése előtt. Anyám fehér asszony. A biológiai apám pedig fekete. Anyám 17 évesen teherbe esett. A szülei képtelenek voltak megbékélni a gondolattal, hogy a lányuknak félvérgyermeke lesz, így azt javasolták neki, hogy menjen el abortuszra és folytassa a karrierjét. Az anyám kiváló zongoraművész volt, így minden oka megvolt rá, hogy azt mondja, oké, írjuk ezt is a többi tévedéshez, és lépjünk tovább. De ő hajthatatlan volt. Azt mondta, azt már nem. Megtartom ezt a gyereket. És nem elég, hogy 17 éves fejjel szült, ráadásul a gyermeke apja is elhagyta, a szülei pedig kidobták, a drogfüggőség pedig szinte teljesen tönkretette az életét, egészen addig, amíg... Egyszer váratlanul egy hölgy odament hozzá, és azt mondta neki, nem ismerlek téged, és nem is szeretnék a terhedre lenni, de ahogy elhajtottam melletted az autómmal, úgy éreztem, meg kell mondanom neked, hogy Jézus szeret téged, és hogy helyesen cselekedtél. Az életnek ezek az igéi olyan forradalmi erővel hatottak rá, hogy ott San Diego külvárosában, a Carlsbad sugárút sarkán térdre esett, és átadta az életét az Úrnak. Én azért lehetek most itt, mert ez a hölgy hűséges volt Istenhez, és megosztotta az anyát. Az evangéliumot. Mennyiben volt hatással az Istennel való kapcsolatodra a háttered, a körülményeid és az életpályád? Hát, szóval nagyon is hatással volt rá. Ahogy az a következőkből mindjárt kiderül. 7 éves koromban találkoztam először a nagyapámmal. Ő volt az, aki korábban azt mondta az anyámnak, hogy tovább kellene lépnie. Láttam, hogy az unokatestvéreim és a kistestvéreim ott rohangálnak, ugrálnak a térdén, és mindenki remekül érzi magát. Azt gondoltam, ez remek. Oda rohantam, és beleugrottam az ölébe, és Liza, a következő dolog, amire emlékszem, hogy a hátamon fekszem, lelökött a padlóra. Egyszerűen képtelen volt megbékélni a kulturális különbségekkel. Én pedig azt kérdeztem magamban, valami talán nincs rendben nálam, de hát miért? Hát ilyen módon volt rám hatással. Rájöttem, hogy nem azért mentem keresztül mindezen, hogy szenvedjek, hanem hogy megváltozzak és megismerjem azt a fájdalmat, amit nagyon sokan átélnek. Ezek a dolgok tehát hihetetlen módon átalakították az életemet, pusztán azáltal, hogy belevetettem magam az Atya szeretetébe, és másokat is erre buzdítottam. Nem kicsinylem le azoknak a szenvedését, akik eljönnek a gyülekezetbe vagy egy koncertre. Érzékenyé váltam a nehéz helyzetben levő emberek iránt, és segítek nekik abban, hogy áttörést tapasztaljanak meg az életükben, és eljussanak arra, amit Isten készített számukra. Take my breath away. A Lakewood gyülekezet dicséret vezetője legfontosabb feladatának azt tartja, hogy jó apa és jó férj legyen. Az otthon az én első számú szolgálati területem. Ez az a gyülekezet, amelynek én vagyok a pásztora. Tudjátok, az én gyülekezetem tagjai Liza, Maria, Izrael, Duncan és Milán. Ehhez képest minden más, még a Lakewood gyülekezet is csak másodlagos. Hiszem, hogy ha nem viselem a gondját a családomnak jó vezetőként, férjként és apaként, akkor kaphatok akármilyen jutalmat, díjat, vagy rakhatnak rám akármilyen palástot, és kaphatok egy halom szobrocskát is. De ha a gyermekeim nem tisztelnek, és nem vagyok jó férj, akkor fabatkát sem ér az egész. Mit gondolsz, mit tudsz elérni a zenéléssel az emberek életében? Végső soron reménységet, aminek az lesz az eredménye, hogy átformálódnak. Hiszem, hogy a dicséretben olyan erő van, ami megváltoztatja a környezetünket, az embert, az életet. Mit tartogat számodra a jövő? Mit szeretnél még elérni?
Nem csupán az a célom, hogy eljussak a mennybe, hanem tényleg valami maradandót szeretnék építeni. Azt szeretném, ha a dalok, amiket írok, és azok az emberek, akiknek az életét megérintem, ezek maradandó dolgok lennének. Azt szeretném, ha ő rám mosolyogna, és azt mondaná, az ott az én fiam, az én barátom. Ha Isten barátjává válhatok azáltal, hogy azt teszem itt a földi életben, amire ő elhívott, és ebben a maximumot nyújtom, akkor ezt fogom tenni.